Sziasztok! Ez itt az Okos Otthon Labor 4. része. Ma a Cubino modulokkal fogunk foglalkozni. De mindenek előtt annyi háttérinformációt talán érdemes tudni a Cubinóról, hogy ez egy kelet-európai gyártó. Elsősorban modulokra fókuszál, tehát nincsen neki saját okosotthon központja, nincsenek olyan berendezései, amik komplettek lennének. Elsősorban modulok, ezekkel a modulokkal lehet energiát mérni, motorokat vezérelni, kapcsolni áramköröket, feszültségszabályozni áramköröket, ergo dimmelni mondjuk világítást. Vannak termosztát moduljaik, nagyon fontos, ez elég ritka. És alapvetően láthatóan arra koncentrál ez a gyártó, hogy az épületek alapinfrastruktúrájában játszon szerepet, legalábbis ezek vezérlésében, gépészet és különböző szakágak, világítás, fűtés, árnyékolás technika, kapumozgatás, elég sok mindenre jók, de vannak kifejezetten csak elektromos teljesítménymérésre alkalmas, ilyen DIN-sínes kötődobozba, pontosabban elektromos szekrénybe való fogyasztásmérés. Nagyon fontos, ezek egyébként mérni tudnak energiaimportot és exportot is, ami azt teszi lehetővé, hogy napelemes rendszerekhez is telepíthetőek legyenek. Kiemelném, hogy abból adódóan, hogy a gyártó nem kínál okosotthon központokat, törekszik arra, hogy minél több a piacon lévő megoldással kompatibilis legyen. Így ott van a listában a SmartThings, a Fibaro, a Vera, de a legfontosabb talán számunkra, hogy a atomféle Humi okosotthon központ is. Jó, tehát visszatérve, ez a gyártó láthatóan modulokra koncentrál. És ami nagyon fontos, Z-Wave. Ugye a Z-Wave a legstabilabb adatátvitel jelenleg, ami okos otthon vagy IoT felhasználásra javallott, legalábbis házon belül, otthoni felhasználásra gondolok. Ugye 900 MHz-es a történet, nagyon jól terjed, mesh hálózatot lehet építeni belőle, és itt nem nagyon kell számoljunk interferenciával sem, mert ezen a sávon jelenleg nem nagyon dolgozik más olyan technológia, ami az otthonunkig elérne. Vannak azért Sigfox, LoRa hálózatok, de ezek azért annyira nem zavarják. Esetlegesen a jövőben debütáló haló megoldások azok, amik zavarni tudják majd ezt. Ez ugye a Wi-Fi-nek ugyanerre a sávra a fejlesztett megoldása. Na de vágjunk bele! Világítás. Látható, hogy a termékek úgy vannak dizájnolva, hogy már a modulokba elég sok mindent be lehet állítani. Ha most itt a világításra gondolok, akkor lehetőségünk van arra, hogy a modul önmagában bizonyos dolgokat elvégezzen. Ezeket be tudjuk állítani a modulba, ezekhez a feladatokhoz nincs is szükség arra, hogy az okos otthon központ adjon ki parancsot. Ilyenek lehetnek például, hogy mondjuk, ha hosszan nyomva tartjuk a rákötött kapcsolót, ez természetesen csak nyomó kapcsolónál érthető el, billenő kapcsolónál nem. Tehát ha a nyomó kapcsolót hosszan nyomva tartjuk, akkor azonnal elindul, pontosabban nem azonnal, ez is beállítható, hogy hány másodperc múlva induljon el a dimmelési folyamat, föl vagy le. Ugye, ha felkapcsoltuk a lámpát és nyomva tartjuk egy időben a kapcsolót, akkor a lámpa a legutóbbi szinten indul el, és a nyomvatartás hatására szépen lassan, fokozatosan elkezdi emelni a fényerőt, ha mi ezt elengedjük, akkor ott fog megállni. Ha újra lenyomva tartjuk, akkor meg elkezdi lefelé dimmelni. Értelemszerűen kikapcsolni akkor fogjuk, amikor egyszer röviden megnyomjuk. Van arra is mód, hogy beállítsunk egy olyan funkciót, hogy dupla kattintással dimmelés esetén azonnal a maximum szintre állítsuk a lámpát. Tehát mondjuk van egy éjszakai szenáriónk, amiben úgy van beállítva, hogy az mondjuk 25%-on indul el, de közben lejtünk valamint a hálószobába, meg akarjuk keresni, szükségünk van fényre, nyomunk egy dupla klikket, abban a pillanatban feltolja maximumra a fényerőt. Ugyanígy lehetőségünk van arra is, hogy mondjuk beállítsuk azt a modulban, hogy felkapcsolás után mennyi idővel kapcsolja le automatikusan, vagy mennyi idővel kapcsoljon fel, amennyiben lekapcsoltuk. Tehát elég sok mindent már be tudunk programozni eleve a modulban, amire nincs is szükség a központ bevonására. A központ inkább a Cubino elképzelésében arra való, hogy az összetett folyamatokat levezérelje, amíg egy modul egy lámpát kapcsol, addig lehetőségünk van elég speciális alapbeállításokra is. Dimmerből kettő érhető el a piacon, az egyik a mini dimmer, ami a világ legkisebb Z-Wave-es dimmer modulja, ezeket ugye kapcsoló mögé szánja a gyártó, de ha elektromos szekrénybe szeretnénk elhelyezni ezt a megoldást, akkor van erre kialakított
egy kis megszakító méretben elérhető dimmer modul, ezt is láthatjátok a képen. Ha nem akarunk dimmelni, csak kapcsolni, akkor szintén több lehetőségünk van. A dimmer modult át tudjuk konfigurálni kapcsoló módozatba, ami tulajdonképpen csak kikapcsolja a dimmelési funkciót, és egy sima egyszerű kapcsolóvá lép vissza ez a modul. De ha ezt kívánja meg az installáció, értem ez alatt, hogy dinsínre, elektromos elosztó szekrénybe helyezzük el a világítási kapcsolónkat, akkor van erre módunk, mert ugyanezzel a modullal beállítható az is, hogyha csak kapcsolni akarunk egy adott áramkört. Van még egy speciális dimmerünk, ez pedig az RGB V-dimmer, ez is csak egy dimmer, csak az a különbség, hogy négy csatornája van, ugye a három alapszínünknek és a fehérnek, ez is beköthető, ez is alapvetően mély konfigurációs lehetőségeket kínál. Méretéből adódóan ez is elfér egy 65-ös dobozban. Most jönnek a kapcsolók. A kapcsolókból többféle lehetőségünk is van. Van szimpla kapcsoló, egy relés, van dupla kapcsoló, két relés, és van a száraz kontaktmodul. A kapcsoló modulok mindegyike fel van vértezve elektromos fogyasztásméréssel is, tehát az adott áramköröket tudjuk monitorozni, hogy milyen fogyasztásuk van. Ami nagyon fontos ezeknél a moduloknál, ezek azok, amik jellemzően vagy villanykapcsolók mögé, vagy pedig akár konnektorok mögé is elhelyezhetőek, és ez az, amiben a Qubino kifejezetten sokat nyújt, mert a legkisebb ilyen jellegű moduljaik vannak, a leglaposabbak, és aki már szerelt ilyen modult, az tudja nagyon jól, hogy itt minden milliméter számít. A Qubinónál még arra is gondoltak, hogy feleslegesen ne foglalják a helyet, mert a kialakítása az úgy van megoldva, hogy amíg az egyik oldala az tökéletesen felfekszik a szerelődoboz aljára, a másik oldala tulajdonképpen még burkolatot sem kapott, ezzel elérve azt, hogy ténylegesen a minimális méretet foglalja el, ami a legszükségesebb. A kapcsoló moduloknál be lehet állítani, mint az előbbi említett dimmereknél is, vannak mély beállítási lehetőségek. Itt van olyan lehetőségünk, hogy alapesetben milyen kapcsolót kötünk rá, ez a dimmernél is természetesen megvan, tehát hogy nyomókapcsolónk van, vagy billenőkapcsolónk van. Viszont itt a kapcsolóknál van lehetőség arra is, hogy mondjuk alapállapotban nyitott, vagy alapállapotban zárt legyen ez a modul, hogy a kimenete alapállapotban nyitott vagy zárt legyen, tehát állandóan zárva vagy nyitva tartsa a reléit, és itt látható az, hogy ezeket a modulokat arra tervezték, hogy a legsok oldalukban fel lehessen használni. Tehát nem csak egyszerűen kapcsolhatunk áramköröket, mint egy konnektor esetében vagy egy világítás esetében szükségünk van, hanem akár szelepeket, motorokat és egyéb a gépészet során felhasznált elektromos berendezéseket vezérelhetünk velük. Még egy érdekes extra, hogy szinte minden modulban helyet kapott egy bemenet egy analóg hőmérőnek, és ezt a hőmérőt is tulajdonképpen beállíthatjuk, hogy mire használja a modul, ha túl hideg van, ha túl meleg van, akkor el se induljon, akkor letiltsa önmagát, vagy automatikusan nyisson bizonyos hőmérsékletre. Tehát nagyon érdekes dolgokat lehet már a modulon belül beállítani. Elég speciális, hogy a Qubino kínál termosztát modult is. Lényegében ez egy dupla kapcsoló, de termosztátként jelenik meg az okos otthon központokban, ami azt jelenti, hogy beállítható a kívánt hőmérséklet, és mivel hogy erre a modulra is tudunk egy analóg hőmérő egységet kapcsolni, ebből adódóan ő tudni fogja mennyi a hőmérséklet, és a beállított értékhez képest kapcsolhatja az adott fűtőkört. Itt is vannak lehetőségeink a modul mélyebb beállításaira, beállíthatjuk, hogy ő most fűtést vagy hűtést vezérel, de természetesen hiszterézist is tudunk állítani már magában a modulban, ami minden termosztátnak a sajátja. Így a fűtésünk akkor is biztonságban van, ha esetleg az okos otthon központunk kiesne a működésből. Motorvezérlés. Mit vezérlünk motorokkal? Természetesen redőnyöket, árnyékolókat, akár zsalúziát, mert a Qubino motorvezérlő modulban van lehetőségünk beállítani úgynevezett zsalúzia módot, ami ugye egy elég speciális dolog, ugye be kell állítanunk, hogy időben, amikor teljesen lent van az adott zsalúzia, akkor mennyi ideig forgatja, és ahhoz hány fokot ér el az adott zsalúzia nyitási szögben. Tehát lehetőségünk van erre is, hogy már a Qubino moduljaival közvetlenül vezéreljünk sima, egyszerű elektromos zsalúzia motorokat. Redőnyvezérléssel kapcsolatban meg tudunk veletek osztani egy elég jó tapasztalatot. Nálam itt korábban a házban nem Qubino modulokkal volt megoldva a redőnyvezérlés, és ebből adódóan elakadt a kalibrációs folyamat. A kalibrációs folyamat ahhoz kell,
hogy az adott motor adott telepítésénél ugye mindig változó az, hogy mennyi alatt ér le a redőny, és mennyi alatt ér vissza. Ugye mindkét irány különböző idő alatt tevődik meg, mert a redőnynek is van egy félig zárt állapota, és abból is még tulajdonképpen fel lehet húzni, és ahhoz, hogy be tudjuk állítani azt, hogy hány százalékon legyen a redőnyünk melyik időpillanatban, ahhoz az szükséges, hogy a modul tudja, hogy mennyi idő alatt ér le, és mennyi idő alatt ér föl. A probléma abból adódott, hogy az itt telepített redőnymotorok, ezek akadályérzékelősek. És az akadályérzékelés hamarabb bekapcsolt, mint a modul érezte volna, hogy elért volna a redőny a legalsó pozíciójába. Így a kalibrációs folyamat nem tudott sikeres lenni, ebből adódóan a korábbi modulokkal nem tudtam beállítani, hogy a redőnyöm hány százalékon álljon bizonyos napszak esetén. A Cubino modulok ezeket természetesen nagyon könnyen megugrották, és azóta tökéletesen és stabilan működnek ebben a háztartásban. Már szó esett a fogyasztásmérésről, minden modulban szinte helyet kapott egy fogyasztásmérő, de, mint az adás elején említettem, vannak kifejezetten fogyasztásmérő modulok, ezek elektromos szekrénybe, dinsínre illeszthetőek, egy és három fázisú verzióban érhetőek el, maximális áteresztő képességük 65 amper, ez várhatóan azért elég lesz fázisonként, és ami még nagyon fontos, hogy ezek a fogyasztásmérők, ezek megkülönböztetnek energiaimportot és energiaexportot, amiből adódóan megfelelő választás lehet, hogyha napelemünket szeretnénk okosítani ezzel. Összességében elmondható, hogy a Cubino megoldásai az alapoktól kezdve úgy vannak tervezve, hogy egy fejlett okos otthon tudjunk belőlük építeni. Látható, alapvetően bele tudunk programozni a modulokba elég sok mindent, hogy már maguktól képesek legyenek elvégezni. A megbízhatóságukra egyáltalán nem lehet panasz, a kialakításuk szintén szerelőbarát, egy elég jó választás a piacon, nekünk a kedvencünk az ívéves modulok kínálatából. Úgy, mint az Okos Otthon központot, az Atomféle Homit és a Cubino teljes kínálatát megtaláljátok, ha telepítők vagytok az accesspoint.hu webáruházban. Sziasztok!